A Lendvai község Szlovénia legkeletibb szegletében, a szlovén-magyar és a szlovén-horvát határ között terül el. Itt már hosszú évek óta békésen élnek egymás mellett szlovének, magyarok és más nemzeti közösségek tagjai. A gazdag kulturális hagyományra alapozva itt egy olyan természetes multikulturális közeg alakult ki, amely meghatározza a város és a tágabb régió kulturális kínálatát. Idén, kora nyáron például ünnepélyes keretek között megnyitották a Zrínyi Horvát Kulturális Központot, amely a tervek szerint nem csak a helyi horvát közösség tagjait szolgálja majd. A létesítménnyel Lendva egy olyan kulturális infrastruktúrával gazdagodott, amelynek az összes művelődési egyesület hasznát veheti. A Szlovéniában élő horvátok pedig ezzel megkapták az első kulturális központjukat. Lendva nem csak horvát, hanem szerb kulturális és turisztikai egyesülettel is büszkélkedhet. Így nem csoda, hogy a lendvai etnoestek keretében szerb esten is részt vehettek az érdeklődők. Évek óta azon dolgozunk, hogy hidat építsünk Újvidék és Lendva között. Most már Lendva is tett egy utat Újvidékre. Egyébként Újvidék Lendva testvérvárosa. Ők korábban már vendégeskedtek nálunk, de szívesen jönnek hozzánk, ezért újra meghívtuk őket. Mindemellett Lendva elsősorban a moravidéki magyarok kulturális központja. A magyarság jelenlétét itt mi sem bizonyítja jobban, mint az alsólendvai Bánfi család vára, a tőle csupán 5 percnyi sétára található Szent István szobor vagy a Kulcsár György emlékszobra, a Makovecz Imre tervezte művelődési ház, a Zala Györgyről elnevezett tér, vagy éppen a magyar nyelvű rendezvényeknek helyet adó, kávézóval és magyar könyvesbolttal rendelkező közkedvelt Bánfi központ. A moravidéki magyarok kulturális központjában így elengedhetetlen a helyi és anyaországi kultúrával egybekötött magyar etnoest megszervezése. Ennek idei programja két nagyobb részből állt. A helyi művelődési egyesületek színvonalas műsorát követően a közönség megtekinthette az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Tabán Tánc Együttes közös Ki szívét osztja szét című zenés táncos előadását, amelynek célja a magyar kultúra közvetítése a Kárpát-medencében is azon túl. És valóban Kárpát-medence színes néptánc hagyományából merítettünk a táncosokkal együtt, erdélyi, felvidéki, magyarországi, délvidéki táncokat, legényeseket, verbunkokat, páros táncokat ötvöztünk bizonyos kortárs, modern mozdulatokkal. A magyar nyelv és kultúra határon túli ápolásáért a budapesti székhelyű Falva kultúrájáért alapítvány már 25 éve tüntet ki olyan személyeket, akik önzetlen munkájukkal támogatják közösségüket. Idén a díjazottak között volt dr. Zágorec Csuka Judit is, akit a magyar nyelv és kultúra határon túli ápolásáért az Egyetemes Kultúra Lovagja címmel tüntettek ki. Dr. Zágorec Csuka Judit már több mint 20 éve rendszeresen publikál mind szépirodalmi, mind tudományos műveket, emellett kutató munkája is jelentős, amellyel elsősorban a moravidéki magyar közösséget szolgálja. A díj meglepetés volt számomra, a jelölés is, hogy a nemzetközi kultúra lovagja lehetek, lehettem, és hogy a kultúra területén felnéztek, értékeltek, a munkámat kiemelték ilyen magyar-magyar és magyar-szlovén vagy nemzetközi viszonylatban is, és hogy ez mind valahol megtörtént, de ez egyben egy kihívás is ahhoz, hogy hogyan folytatni ezt a munkát. Úgyhogy számomra ez a kultúra közvetítés mindennapi vagy természetes. Persze erővel, energiával, motivációval kell bírni, és ehhez kérnék erőt ezen a gálán is a résztvevőktől, hogy segítsék.